Sziasztok, Sziszka vagyok! Mostani videómban szeretném nektek bemutatni az újfajta Elnefelsz minifenol kerámiát. Ezek a minifenol kerámiák mostanában egyre népszerűbbek, ugyanis a magas dohányárakkal fel lehet venni a versenyt ezzel a kerámiával. Hogy miről is van szó pontosan? Ezeknek a kerámiáknak nem véletlenül szerepel a nevében a mini szó. Mini, tehát kis űrtartalmú, kevés dohány kell bele, így egy adag dohány, tehát egy 50 g-os dohány többszöri tömésre elég. Tehát maga az Alien Funnel kerámia az egy ilyen sablonmintás kerámia, tehát mindegyik teljesen egyforma, semmi eltérés nincsen. Kétféle színben kapható jelenleg, feketében és ebben a különleges, hát nem tudom milyen zöldnek mondjam, én ilyen kis leveli béka zöldnek mondanám. Ennek a kerámiának, mint elkezdtem mondani, az előnye, hogy nagyon kevés dohány kell bele. Hogy mennyire is kevés? Mindössze fel annyi kell bele, mint egy hagyományos kerámiába. Ez azt jelenti, hogy ebbe a kerámiába 10 g dohány kell megközelítőleg, de jóval kevesebbre is teljesen jól élvezhetően lehet vele pipázni. Egy tömés ebbe a prémium kategóriás dohányokkal akár 2 óra is lehet, a középkategóriás dohányokat, tehát Nakla, Prince, Vaha, stb. Azokkal egy olyan 1 óra, másfél órás tömés érhető el. Siázóval vagy hasonló ilyen vízipipa ásványjal pedig olyan megközelítőleg, hát 50 perc szokott lenni, de ez magától az ásványtól is függ. Tehát, mint említettem, ugyebár ez a dohány, vagy ez a kerámia nagyon takarékos, ám bár az ára az viszonylag kedvezőnek mondanám, tehát az amerikai Alien Funnel kerámiának úgymond egy ilyen kis leegyszerűsített, leolcsósított változata, innentől fogva sokkal olcsóbban megkapható, sokkal hamarabb visszahozza az árát, mint egy amerikai Alien Funnel. Ám bár, ahogyan így néztem, nekem egy kicsit vékonynak tűnik az anyaga, tehát oké, hogy sablonos, viszonylag jó, a máz rajta szép, elég vastag, de hát hallgassátok meg. Tehát egy kicsikét vékony, úgyhogy érdemes vigyázni, amikor elmossátok, nehogy véletlenül kicsusszon a kezetekből, mert ez szerintem elég könnyen eltörik, hogyha leejtjük. Maga a kerámia használhatóságát pedig most meg is mutatom nektek úgynevezett siázóval. Hogy miért is siázóval tömök, ezt leginkább úgy mondanám el, hogy ezt a kerámiát ajánlják a siázóhoz, így ennek próbálok úgymond utána járni, hogy tényleg ezzel a kerámiával többet tud-e nyújtani a siázó ásvány. Az jól látszik már a felvételen is, hogy tényleg nem kell bele sok, nagyon kevés, takarékos kerámia, így tényleg úgymond ezekben a azokban a mostani időkben, amikor már a dohányok ára megy ennyire felfelé, nagyon jó lehet egy ilyen kerámia, mert tényleg sokat lehet vele spórolni a dohánnyal is, és egy 50 g-os dohány akár 2-3 tömés helyett 4-5 vagy 6 tömésre is elegendő lehet. Jó, benne van nagyjából, locsolok rá még egy kis bónusz melaszt. Jó. Lehet látni megint csak, hogy egy kicsit puklis marad, mert nem, tehát magával a siázóval nem lehet olyan szépen tömni. Maga a lukasztásnál is. Így, hogy a kerámia nem olyan mély, így könnyen le tudunk az aljáig lukasztani. Bár siázónál bele akarunk állandóan az ásványokba. Mivel ez is egy funnel típusú kerámia, így középen nem kell kilukasztani. Elég, hogyha körbe 3-4 sorban nagyobb lukakat teszünk, vagy több kisebbet. Az előbb láthattátok, hogyan kell az Elnefelsz kerámiát siázóval tömni. Dohánnyal is ugyanígy kell, nem kell vele túl sokat tenni, elvégre pont ez a lényege, hogy kevés dohánnyal is nagyon jó füstöt és ízt lehet elérni. Arra kell vigyázni természetesen, hogyha dohányt tömünk bele, hogy a peremnél ne legyen feljebb a dohány, tehát nem szabad túl pakolni, úgymond, mint a sima kerámiákat. No, nézzük akkor. Hoppá, hoppá. Annyi probléma viszont van vele,
amit én tapasztaltam, hogy nagyon nagy az alja. Nagyon nagy az átmérő benne. Eképpen nem elég egy sima tömítés hozzá a legtöbb pipánál, hanem érdemes úgymond egy extra vastag tömítést beszerezni hozzá, vagy egy vastagabb tömítést, plusz a szír tömítéseket fejjel lefelé rátéve elérhetjük a kellő vastagságot, ami már kellően stabilan fogja majd a kerámiánkat fogni. Így, mi? És már mehet is fel rá a szén. No, nézzük. Na most már beindult. Ugyebár mivel minifanel, tehát kiskerámia, így gyorsabban beindul, nincs szükség annyi időre, hogy a dohány vagy az ásvány átízzon. Könnyen lehet szívni. Én most éppen siázó epret, vagy hülye vagyok, siázó málnát szívok. Már próbáltam másik funnel kerámiába és vortexbe is. Könnyen lehet szívni ezt is, mint a többi kerámiát. Viszont az nagyon nagy előny, hogy takarékos. A vortex kerámiába egy adag 50 vagy 100 g-os ásvány mindössze 3-4 töméssel elegendő. Egy mini funnelben 6 vagy 7 töméssel elegendő a tapasztalatom szerint. Tehát fel annyi dohány vagy ásvány kell hozzá. Beszerezhetőségéről annyit, hogy a kerámiát interneten megrendelhetitek a vízipipavásárlás.hu oldalról, vagy aki budapesti, az a Szultán Kincsei üzletében megvásárolhatja. Az ára tényleg viszonylag kedvezőnek mondanám, a többi funnel kerámiához képest jó, takarékos, szép kerámiának mondanám, és tényleg csak pár tömítést kell hozzá beszerezni pluszba. A kerámiát köszönöm Júliónak, amiért a rendelkezésemre bocsátotta, hogy a tesztet megcsinálhassam. Köszönöm, sziasztok!